Sziasztok, és köszönöm a meghívást is erre a mai előadásra, és végtelen sokat tudok beszélni, főleg nekem kedves témákkal kapcsolatosan, úgyhogy remélem, hogy nem fogok sokkal tovább beszélni, mint egy óra, de ha nagyon szorít az idő, akkor nyugodtan incs egyet, hogy lejárt az idő, Lili, kérlek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és boldogan vállaltam el Lili felkérését, amikor is arra kért, hogy beszéljek olyan magángyűjteményekről, a kortárs művészettel foglalkozó intézményrendszeren belül a magángyűjtéshez kapcsolódó kortárs művészeti körülményekről, amelyekkel én valóban jó ideje foglalkozom, és én egy olyan művészettörténész kurátor vagyok, aki gyakran azt mondja, hogy hát én csak kortárssal foglalkozom. Viszont ez egyrészt igaz, másrészt más pont, amikor állítottam össze a előadásnak az anyagát, akkor jöttem rá, hogy milyen elképesztő, hogy elindítottam egy sorozatot, amely magángyűjteményekből rendezett kiállításokban tematizálódik, és hogy valójában tényleg mennyire sok közön van magángyűjteményekhez. És ez azért nagyon érdekes, mert ezt nagyon ritkán szokták hangsúlyozni a szakemberek, és azt gondolom, hogy a kortárs művészethez kapcsolódó intézményrendszeren belül a magángyűjtők, hát ha csak nem a legfontosabbak, de minden esetre nagyon-nagyon fontosak, legalább annyira fontosak, mint mondjuk kortárs művészettel foglalkozó galériák, kortárs művészettel foglalkozó múzeumok és különböző más intézmények is. És az előadásomnak azt a címet adtam, hogy nemzetközi és hazai kortárs művészet idézőjelbe magyar magángyűjteményekben. És legelső körben arra gondoltam, hogy, és nagyon sokat szoktam azon gondolkodni, hogy persze-persze a magángyűjtemény az olyan evidensen hangzik, de hogy tulajdonképpen egyáltalán nem evidens, hogy mit is jelent egy magángyűjtemény, milyen küldetése van, milyen funkciói vannak, milyen ambíció mentén építkezik egy magángyűjtemény. És azt gondoltam, hogy egy nagyon nagy szerző és nagyon nagy művészetkritikus Boris Groysznak a bevezető gondolataival nyitnám meg a kiállítást. Ugyanis neki 2021-ben jelent meg egy olyan kötete, aminek az volt a címe, hogy Logic of the Collection. És ebben a kötetben egy nagyon találó definíciót adott arra, hogy valójában mit is jelent a gyűjtemény, a magángyűjtemény és a múzeumi gyűjteményre kompatibilizálva is a fogalmat. És azt mondta, hogy tulajdonképpen egy gyűjtemény mindig a különbözőségek gyűjteménye a hasonlóságok között. Ez egy nagyon evidens mondat, de előtte még nem igazán írták le, és egy nagyon hosszú példával el is magyarázza azt igazából a könyvben, hogy mit gondolt ez alatt a definíció alatt, és lepkegyűjteményeket, lepkegyűjtést hozta fel példának, ami teljesen el is szakad valójában a kortárs művészettől és a múzeumoknak, a kortárs művészeti múzeumoknak a gyűjtési stratégiáitól. És azt mondta igazából, hogy addig, amíg az ember vagy valaki, aki lepkéket kezd el gyűjteni, és csak egy típusú lepkét, mondjuk moly lepkét gyűjt, addig a gyűjteménye az nem reprezentatív, és nem is igazán gyűjtemény, hanem csak egy válogatás. Viszont onnantól fogva, hogy ki tágítja a gyűjtési stratégiáját, és lepkéket kezd el gyűjteni, és a lepkéknek az összes családjából az összesféle típusú lepkét elkezdi gyűjteni, beemelni a gyűjteménybe, valójában onnantól fogva reprezentatív lesz a gyűjtés, nem csak egy szelekciót, hanem egy reprezentatív gyűjteményt tud létrehozni akár egy pillangó gyűjtő is. És ugyanez van a múzeumokkal is. Tehát, hogy a gyűjtemény az mindig valahogy a különbözőségeknek a gyűjteménye a hasonlóságok között. És hogy ki a gyűjtő? Hát a gyűjtő az ugye nagyon sok féle lelkületű ember lehet, nagyon sokféle elköteleződéssel, de hogy a gyűjtőre vonatkozóan is adott egy általános definíciót, és úgy írta le a gyűjtőt, hogy a gyűjtő mindig újabb és újabb tárgyakat szerzeményez,
És ezáltal tulajdonképpen a differenciák komplex rendszerét alkotja meg, ám ezeket a tárgyakat mégis összeköti valami. És nagyon hosszan elemezte tulajdonképpen ennek az összekötő kapocsnak, a tárgyak közötti összekötő kapocsnak a különböző lehetőségeit, és csak néhány dolgot gyűjtöttem ki ehhez kapcsolódóan. Az egyik ilyen kapocs lehet például a tárgyak között a gyűjtő szubjektív nézőpontja, a személyes ízlése, vagy akár egy olyan összetettebb koncepció, amely mentén valójában a gyűjtés, mint rendező elv, tematizálódik. És néhány másik gondolatot is kiemeltem még a Groysnak a tanulmánykötetéből, amely hát abszolút napjainkban nagyon égető kérdéseket vet fel. Például az egyik ilyen megállapítása az volt, hogy a modernitásban valójában a múzeum volt az az intézmény, amely a művészetet a szélesebb közönség számára hozzáférhetővé tette. Ez is egy nagyon evidens megállapítás. Viszont, és akkor folytatta tovább, hogy a műalkotásokat akkor gyűjtötték a múzeumok, amikor szépnek, szenvedélyesnek, elkötelezettnek, vagy épp kritikusnak tartották azokat, és elsősorban akkor, hogyha történelmileg relevánsnak ítélték meg a múzeum szakemberei arra a bizonyos tárgyakat, hogy bekerüljenek a múzeum gyűjteményébe. Manapság viszont teljesen más helyzet van, és onnantól fogva, hogy a képek a médiában és a különböző közösségi oldalakon, digitális felületeken elképesztő mennyiségben váltak elérhetővé, és azáltal gyakorlatilag a nézők is, a felhasználók is totálisan telítődtek, mint olyan. A múzeum igazából a képekkel, a képi reprezentációval, a vizualitás reprezentációjával kapcsolatban tulajdonképpen elvesztette a kizárólagos bemutató hely jellegét, és nagyon égető probléma például az a múzeumok és az intézmények, gyűjteménnyel dolgozó intézmények számára, hogy akkor a digitális korszakban valójában egy adott tárgy az hogyan kerülhet be egy múzeumi gyűjteménybe, ami bekerül a múzeumi gyűjteménybe, hogyan él tovább, hogyan konzerválható, hogyan dolgozható fel, hogyan őrizhető meg, és így tovább, és így tovább. És végül kitérnék Groysnak egy nagyon provokatív tételére, ami tulajdonképpen az egész bevezető gondolatsort keretezte, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen egy műalkotás akkor tekinthető történelmileg relevánsnak, ha az beleillik valójában a múzeumi gyűjtemény logikájába. Hát ez is egy kicsit fából vaskarika, és ezt is alaposabban végig kell gondolni ahhoz, hogy ne tűnjön, vagy hogy jobban megértsük, mint amennyire egyértelműnek tűnik. És azt mondta végül záró gondolatként, hogy a digitális média térhódítása révén valójában nagyon-nagyon sok újszerű problémával kell a gyűjtésnek, a gyűjteményeknek, a gyűjteményeket feldolgozó, raktározó, bemutató, megőrző intézményeknek is számolni már a jelenben. És nagyon fontos kérdés az, hogy valójában milyen módon gyűjthetők tovább a tárgyak, akár a kortárs művészeti tárgyak, és hogy milyen módon őrizhetők meg a jövő számára. És arra gondoltam, hogy az előadásomat egy olyan korai példával kezdeném, ami nem is feltétlen. Egyrészt kapcsolódik a kortárs művészethez persze, de nem is feltétlen első blikre nem is feltétlen magángyűjteményként gondolunk bizonyos tárgyakra, magángyűjteményi darabokként gondolunk bizonyos tárgyakra, mégpedig olyan tárgyakra, amelyek régi művészetet, mondjuk reneszánsz korabeli művészetet reprezentálnak. És arra gondoltam, hogy itt egy nagyon tanulságos példaként először egy olyan műtárgyat mutatnék be, vagy egy olyan műtárgyra térnék ki, illetve egy olyan esettanulmány megelőző körülményre, ami valójában a magyar főúri és egyházi gyűjtők 18-19. Századi gyűjteményeihez nyúlik vissza, amit ugye, ha elmegyünk a Szép Művészeti Múzeumban Budapestre, és sorba állunk valamelyik szuper kiállítás belépés előtt hosszú sorokba a jegypénztáraknál, és úgy a kiállítást megnézve eltévedünk a régi képtár és a
különböző más szépművészeti múzeumi részek között, akkor valójában nem is szokott nagyon eszünkbe jutni az, hogy tulajdonképpen azok a tárgyak, amelyek most ott vannak, például a Budapesti Szépművészeti Múzeumnak a falán, azok egykor főúri vagy egyházi gyűjtőknek a tulajdonában voltak, magán tulajdonban, magán gyűjteményi tulajdonból kerültek be a múzeumba. És ezért mondtam a legelején, utaltam arra, hogy mennyire fontosak a magángyűjtők, hogy nagyon láthatatlan a tevékenységük, viszont elképesztő módon közhasznú az, amit egy-egy magángyűjtő manapság csinál, és ahogyan a háttérben tevékenykedik, és a saját ambíciói szerint épít egy gyűjteményt. És itt a korai példa alatt visszaugrottam ahhoz a történethez, ami a régi képtár gyűjteményének a története, amely tulajdonképpen nagyon szoros összefüggésben áll a magyarországi műgyűjtésnek a történetével, ami pedig ahhoz a történelmi, nagyon viharos időszakokhoz nyúlik vissza, amikor is valójában szétszóródtak azok a kvázi egyházi és főúri gyűjtemények és azoknak a darabjai, amelyek nagyon erős alapot adtak például az 1896-ban megalapított Szépművészeti Múzeumnak a gyűjteményéhez is. És amikor a Szépművészeti Múzeum megalapult, akkor nagyon erős ambíció irányult arra, hogy tulajdonképpen a magyar főúri és egyházi gyűjtőknek pont ezt a 18-19. Századi szétszóródott gyűjteményi darabjait egyesítse valójában a régi képtár, és hozza létre egy gyűjteményt. Ezek közül, a szétszóródott gyűjtemények közül az egyik legfontosabb és legjelentősebb gyűjtemény, ez az Esterházy gyűjtemény volt, amely 1870 és 71 között esett, vagy időszakban került az országos képtárhoz, ami valójában a Szépművészeti Múzeumnak az elődje volt, és már akkor több mint 637 festményt tartalmazott valójában ez a gyűjtemény. Elképesztő holland-flamand válogatása, Raffaellótól, Correggiótól, tehát a nagy historikus reneszánsz festőktől fantasztikus művek voltak a gyűjteményben. És amikor is az országos képtár a Nemzeti Múzeumtól átvette ezt a gyűjteményi részt, akkor valójában olyan jelentős reformkori gyűjtőknek a gyűjteményét vette át, mint például Jankovics Miklósnak a gyűjteménye, Pirker János, egri érsek és velencei pátriárka 192 darabból álló hagyatéka, és olyan művek kerültek be akkor a gyűjteménybe, be a közgyűjteményé váló gyűjteménybe, mint a Gentile Bellininek a Cornaro Katalinja, vagy pedig Giorgione ifjú képmása, amelyek azóta is elképesztően híresek, mint a Budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található művek. És a régi képtárnak az egyik égköve, amit azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan ismernek, és elég sokszor az ember, amikor elmegy a Szépművészeti Múzeumba, akkor ott csak egy replikát lát a kép helyén, mert nagyon-nagyon népszerű ez a festmény, és még mindig gyakran kerül kölcsönzésbe, és tulajdonképpen az a története, hogy Raffaello még Rómában készítette el a kompozícióhoz a vázlat rajzait, majd amikor 1508-ban továbbment Rómába, akkor csak Rómában festette meg ezt a festményt, vagy ezt a kompozíciót, és nem is fejezte be. És annak ellenére, hogy ez egy befejezetlen mű, és az látható talán ezen a reprodukción is, hogy tulajdonképpen a Madonna alakja van csak középen nagyon szépen kidolgozva, és a gyermek Jézusnak és Szent Jánosnak a figurája is kidolgozatlan maradt, és a háttér pedig félig kidolgozott. Ennek ellenére Raffaellónak az egyik leghíresebb festménye ez a kép, és még az elkészülés után kb. 200 évig maradt Olaszországban ez a festmény, és
Ezelőtt a 200 év alatt 11. Kelemen pápának is a birtokában volt, aki tulajdonképpen a halál előtt egy évvel 1720-ban ajándékozta oda II. Károly német-római császár és az ő és magyar király feleségének, Erzsébet Krisztinának. Majd hosszas ajándékozás és körülmények után tulajdonképpen ez a festmény a császári gyűjteményből Mária Terézia kancellárjához került, aki 40 évig volt nagyon fontos kulcsfigurája Ausztriának, és egy hatalmas gyűjteményt, egy hatalmas magángyűjteményt állított össze, és Esterházy Miklós valójában, aki már ekkor birodalmi herceg volt, valójában tőle vásárolta meg ezt a Madonna képet, vagy Raffaello befejezetlen Madonna képét, és amikor Esterházy Miklóshoz került ez a mű, onnantól kezdve kezdték el, tulajdonképpen ezt úgy vált híressé ez a Raffaello festmény, hogy valójában ez az Esterházy Madonna. És legvégén pedig még hosszas a Miklós herceg halálakor elképesztő mennyiségű kincset hagyott hátra az örököseinek, és végül a szintén Miklós névre keresztelt unokája hozta el a gyűjteményét 1865-ben Pestre, ahol is és amikor is a magyar állam megvásárolta végülis az Esterházy családtól azt a Budapestre szállított gyűjteményi anyagot, és így került be például az Esterházy Madonna, a Magyar Tudományos Akadémia egyik falán volt korábban, majd a Szépművészeti Múzeumban. És ez csak azért meséltem el így előjáróban, mert hogy amikor ezeket a festményeket látjuk, nézzük a múzeum falain, akkor nem is jut eszünkbe az, hogy valójában ezek valaha hálószobában, vagy főúri birodalmakban, különböző helységeknek a falán lógtak. Szóval nagyon érdekes gondolat az, hogy milyen, ugye 1508 után milyen viszontagságokon keresztül jutott tulajdonképpen, vagy nem tudom, ilyen előtörténeteken keresztül jutott tulajdonképpen a Budapesti Szépművészeti Múzeum tulajdonába a Raffaello Madonna. És ha már az Esterházy gyűjtemény, és ha már ez az Esterházy Madonna előkerült, akkor arra gondoltam, hogy én igazából az előadás keretei között, mindazon túl, hogy azt gondoltam, hogy egy bevezető fogalomtisztázásként Boris Groysznak a gondolatait megidézném, és egy Esterházy gyűjteményhez kapcsolódó nagyon híres képnek az előtörténetét. Egyből négy esettanulmányról beszélnék, ami az én kurátori praxisomhoz kötődik, és magángyűjteményekhez, vagy jelen esetben a következőkben egy főúri gyűjtemény, ami szintén egy magángyűjtemény, de egy főúri gyűjteményhez kötődik, és tulajdonképpen fúzionál a kortárs művészettel is. Négy ilyen esettanulmányt szeretnék bemutatni a kurátori gyakorlatomból. És az elsőhöz betettem egy olyan képet, ami a fraknói várban, ami az Esterházy alapítványoknak jelenleg is a tulajdonában áll, és gyönyörűen ott pompázik Fraknón, és megvan a Wunderkammer része még ennek a palotának, ami szinte teljesen intakt állapotban van, és az eredeti tárgyak is a helyükön vannak. És ez a fotó erről a Wunderkammerről készült, és azt gondoltam, hogy akkor mielőtt teljesen átugranánk a kortárs részre, elmesélném annak a kiállításnak a történetét, amely fúzionál pontosan az Esterházyaknak a történetével, és kapcsolódik az Esterházy kincsekhez, vagy örökséghez is. 2023-ban csináltam azt a kiállítást, aminek az volt a cím, hogy Mediating Time and Charm, és ennek igazából nem annyira tudtunk vagy ilyen rendes fordítást adni ennek a címnek, de azt hiszem, hogy a
prezentáció során ki fog derülni, hogy valójában mire is utal a cím. Tehát 2023. szeptemberében nyílt ez a kiállítás, pont abban az intézményben, ahol dolgozom, a Kyuka Contemporary-ban Budapesten, ami az Andrássy út 110-ben található, és egy magán alapítású múzeum, tehát egy magánmúzeum, ami szintén rendelkezik gyűjteménnyel. És a kiállítás előkészületei során egy nagyon komoly beszélgetés zajlott közöttünk az Eszterházy Privát Stiftunggal és az Eszterházy Magyarországgal, akik tulajdonképpen nagyon egyrészt féltek a kiállítástól és a kitalált koncepciótól, másrészt pedig nagyon boldogak és támogatóak is voltak. Ugyanis, ahogy már ugye mondtam, hogy valójában a burgerlandi Rozália hegység nyúlványán áll a Fraknói vár, és az a fotó, ami a Kunst und Wunderkammer jelzővel illetett csoda kamráról készült, az tulajdonképpen tényleg évszázadok óta érintetlen állapotban áll, és az egyik legnagyobb turisztikai vonzerőt is jelent és látványosságot ott Fraknó környékén. És ez a csoda tár, vagy igen, csoda kuriózitás kabinett, valójában már 1654 óta létezik, illetve az elődje még ennek a kuriozitás kabinetnek, ami még Eszterházy Miklós Nádorhoz kötődött, és az ő gyűjteményéhez, ami kezdetben 13 ládányi, valójában családi relikviát és különböző ilyen különleges tárgyat tartalmazó faládából álló gyűjtemény volt, de az 1654-es pillanatban már volt egy leltárjegyzék erről a 13 ládáról, és tulajdonképpen Nádor halálát követően a fia Eszterházy Pál lett az, aki tovább gyarapította az édesapja gyűjteményét, és eleinte még csak koncepció nélkül folytatta a kvázi gyűjtést vagy a felhalmozást, majd ami elsősorban főúri reprezentációs célokat szolgált számára, majd egyszer csak a gyűjtői tevékenységét valójában a műveltségének, a tájékozottságának és a világról való tudásának és a tudásra való nyitottságnak a demonstrálására kezdte el felhasználni, és elképesztő dolgokat gyűjtött össze a világból, amiket ugye a Wunderkammerekben nagyon gyakran szoktunk is látni, egzotikus állatoknak a csontvázrendszerét, különböző nagyon értékes természeti képződményeket, kiegészítve iparművészeti tárgyakkal, képzőművészeti tárgyakkal, és természetesen egy hatalmas portré sorozattal, ami őt is és a családtagokat is megörökítette az idők során. És az volt az elképzelésem, hogy felkértem, egy pillanat elfejtettem, hogy hányan is voltunk, 6 kortárs képzőművész hölgyet, arra, hogy válaszoljanak ki szabadon tárgyakat ebből az Eszterházy Wunderkammerből, és hozzanak létre reflexiókat a saját választásaikra. És egyrészt az volt a célom ezzel a kiállítással és ezzel az egész koncepcióval, hogy valahogy azt a fajta folytonosságot szerettem volna megidézni, ami tulajdonképpen ugye hát az Eszterházy család évszázadok óta gyakorlatilag művészet közelében él, mecenatúrá gyakorol, különböző zenészek, kortárs művészek iránt gyűjt, különböző konstellációkban gyűjteményt épít. És azt gondoltam, hogy nagyon szép lenne azt valahogy megjeleníteni, hogy ez nem egy lezárt folyamat, hanem hogy ez nem olyan, hogy egyszer csak ez volt, és akkor vége lett, hanem hogy ebben van egy kontinuitás, és a mai napig művészeti díjat adnak fiatal tehetségeknek a Ludwig Múzeummal együttműködve, szóval, hogy valahogy jó lett volna azt megjeleníteni, hogy ez nem egy lezárt folyamat, hanem napjainkig így van, és ugye a történeti tárgyak azok egyszerűen nem csak úgy ott vannak ebben a Wunderkammerben, hanem igenis a jelenhez is szólnak, a kortárs művészekhez is szólnak, reflexióként értelmezhetőek maradnak a jelenben is.
és nagyon örültek, különböző generációba tartozik a hat felkért tartozik most is a hat felkért kortárs hölgy művész, és nagyon-nagyon örültek a felkérésnek, és az Eszterházi Alapítvány is nagyon örült a koncepciónak, viszont egy félelmük volt, hogyha kikerülnek a műtárgyak az eredeti helyükről, és elutaznak egy ilyen vágy cube szituációba, akkor egyrészt mi fog velük történni, úgyhogy már évszázadok óta ott vannak a fraknói várba, másrészt pedig a jelen pillanatig restitúciós per áll fent az Eszterházi alapítványok és a magyar állam között, aminek köszönhetően voltak olyan tárgyak, amiket nem is tudtak odaadni, hiába választották ki a kortárs művészek a tárgyakat, nem utazhattak be kvázi Magyarországra ezek a tárgyak, mert akkor egyből drámai helyzetek jöhettek volna létre, és volt olyan történés is, hogy az Iparművészeti Múzeumban található tárgyak, amelyeknek nem volt teljesen tisztázva az előtörténetük, és minden egyéb járulékos helyzet, az nem adták, nem kölcsönözte ki az Iparművészeti Múzeum, pont azért, mert féltek kiadni a tárgyat. És tehát azért voltak bonyodalmak az előkészületek során, viszont elképesztő együttállások jöttek létre, szóval egy ponton a történeti tárgyaknak a listáját rövidre zártuk, mindenki meg kiválasztotta a saját kedvenc műtárgyát, és tulajdonképpen a művészek nagyon gyorsan elkezdtek dolgozni azon, hogy milyen reflexiókat tudnak létrehozni azokra a választott történeti tárgyakra, amelyeket ők maguk választottak ki. És az első térben, a kertes első terében Kereszte Zsófiának a paraványait lehet látni, amelyek idős Lukasz Kranáknak Judit és Holofernész című festményéhez kapcsoltak, és egy nagyon-nagyon érzéki, nagyon-nagyon lírai kapcsolatot, illetve reflexiót hozott létre a Kereszte Zsófia, akivel az előző velencei biennálén, az 59. velencei biennálén dolgoztunk együtt, és nagyon ismertük, hosszú évekig tartott az előkészület a projektnek, és nagyon ismertük egymás gondolatait, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Zsófi elvállalta utólag is a felkérést, és hogy egy ilyen nagyon szép reflexiót hozott létre. És szívesen elmesélem még azt, hogy tulajdonképpen ez a Judit és Holofernész festmény, ez egy olyan kép volt, amit a kiállítóterben lehetett is látni, hogy mi is volt a képnek az előtörténete. Ez a kép, amikor elkészült, a saját időszakában egy nagyon nagy dobás volt, úgymond, Lukasz Kranáknak egy nagyon nagy dobása volt, ugyanis a Judit és Holofernész történetét soha nem ábrázolták egy ilyen befejezett szituációként, mint kvázi, amilyen ezen a képen, hogy már levágta a Holofernész fejét a Judit, és boldogan áll gyakorlatilag a levágott fejjel egy pult mögött, vagy egy parapet mögött. Mindig a történetnek valójában az erotikumát domborították ki, azt, hogy a Judit egy nagyon vonzó hölgy, aki az erotikus tánccal elcsábítja a Holofernészt, és majd egyszer csak meg fog történni az, hogy megöli őt valahogyan. És a Lukasz Kranák volt az első az ő saját időszakában, amikor aki megfestette ezt a kompozíciót, ami már egy befejezett, beteljesült aktus volt valójában abban az értelemben, hogy tényleg levágta a Holofernész fejét. És nagyon érzékletesen van megfestve ez a festmény, és nagyon tényleg így lógnak az erek, és folyik a vér a fejből, szóval ez is rendkívüli volt az időszakban. Viszont a nádor, amikor a hálószobájában volt ez a kép, ő nem szerette ezt annyira látni minden nap, és ezért azt találta ki, hogy el lehet függönyözni a képet. És a mai napig rajta van az a kis függönykarnis-szerű drót, amin egy damaszt, zöld damaszt volt, amit
amivel el lehetett kaparni a kép, el lehetett takarni a képet, és ez az első elkészült leltárjedzékben még meg is volt örökítve, hogy ez ott van rajta valójában, ez a kis függöny, és hogy hol volt a palotán belül, vagy a váron belül a képnek a lokációja, ami a hálószoba volt. Szóval egy nagyon érdekes dolog az, hogy van egy ilyen festmény egy férfi hálószobájában, amin egy nő nagyon dominánsan lép fel, egy levágott fejű férfivel, vagy férfi, levágott férfi fejjel. És Zsófi azt a reflexiót hozta létre, hogy paravánokat, ilyen kvázi öltöző paravánokat, takaró paravánokat hozott létre reflexióként, és ennek az első paravánnak fel lehet hajtani itt a lyuknál révő részét, tehát el lehet játszani egy ilyen 21. századi dimenzióban azt, hogy ha szeretném látni, akkor nyitva hagyom, ha pedig nem szeretném látni, akkor betakarom a festményt, és hogyha a festmény előtt állok és kitakarja a paraván, akkor tulajdonképpen szinte ugyanaz történik, mint történt néhány száz évvel ezelőtt a Nádor hálószobájában. Itt egy olyan fotót is betettem, ahol nagyon jól látszik az a pozíció, vagy dokumentálva lett az a pozíció, ahol egy ilyen nyílásként pontosan rá lehetett látni a képre. Nyíri Orsolya volt a másik felkért képzőművész, aki egy olyan festményt választott ki, amit a Nádornak a galéria vezető vagy gyűjteménykezelője festett, és egy nagyon-nagyon érdekes kivágatú festményt vagy kompozíciót hozott létre, amiből egy grottából nézünk, tulajdonképpen a néző, a képet néző néz kifelé a külvilágra. És a kompozíció arra ihlette a Nyíri Orsolyát, hogy Artemisnek, a vadászat istennőjének a történetét dolgozza fel, akit ugye ugyanígy egy kicsit voyeur pozícióból lesett meg az a földi halandó, aki tetten akarta őt érni vadászat közben, amikor is a nimfákkal fürdőzött. És ugye hát le is bukott ez a leskelődő férfi, és szarvassá változtatta őt Artemis. És az Artemis történetet dolgozta fel nagyon nagyméretű kompozíciókban, amelyek tulajdonképpen erre az eredeti általa kiválasztott kompozícióra reflektálnak. És itt be is tettem két olyan képet, ami nagyon érzékletesen látható a kompozíciók közötti átfedés. Antalka Zsófia volt a harmadik, aki egészen fiatal, néhány éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, és egy olyan Tiziano, eredetileg Tiziano festménye volt a Vénusz tükörrel, amit egy ismeretlen festő megfestett újra, kiegészítve egy Vanitas kompozícióval az eredeti Tiziano kompozíciót, és a Vénusz ikonográfián keresztül Zsófia valójában olyan gyöngy függönyt hozott létre, amely reflektált a Vénusznak a történetére, aki ugye nem nagyon kevesen tudják róla, hogy, és nem is szokta művészet történeti ábrázolást domborítani ezt az aspektusát az istennő életének, hogy ő egy több gyermekes anyuka volt, aki nagyon sokat szült, viszont örökké a termékenységnek, a vonzásnak és a fiatalságnak az istennője maradt. De szoptatva gyermekeivel terhesen soha nem ábrázolták őt, csak nagyon fiatalon, nagyon üdén és nagyon csábítóan. És Zsófia ezekre a gyöngyfüggönyökre annak a hormonnak a rajzolatát fűzte meg gyöngyből valójában, amely a nőknél a laktáció beindításáért felelős. És igazából egy ilyen, tulajdonképpen igen, egy ilyen típusú reflexiót hozott létre, ami a Vénusz történetéhez kapcsolódik. És a másik választása egy iparművészeti tárgy volt, itt látható a Vénusz tükörre kompozíció, és a másik pedig egy történeti iparművészeti tárgy volt, amely egy feltetlen női medál volt, egy kutyához kapcsolódóan, és ehhez a medálhoz pedig egy másik gyöngyfüggönyt fűzött, ami össze is találkozott a medállal,
és a nyaknak a hajlító izmainak a rajzolatát fűzte bele ebbe a gyöngyfüggönybe, vagy a gyöngyfüggöny rajzolata azt adta ki. Ugyanis a kutya ugye általában a hűségnek és az adorációnak volt az ikonográfiában az attribútuma, amihez leginkább a főhajtás, mint kifejeződési, testi kifejeződés kapcsolódott, és ezért a főhajtó izmokat szőtte meg. És Kortmann-Járai Katalinnak a termében vagyunk, aki két tárgyat, szintén történeti tárgyat választott ki a fraknói Wunderkammerből, egy nagyon híres bibliofíliát, ami tulajdonképpen a 19. századot elképesztő módon meghatározta, Frankfurtban nyomták, és tulajdonképpen a korszaknak, ha lehet ezt mondani, a profán bibliája volt annyiból, hogy olyan történeteket mesélt el, amelyek az Amerikába eljutott utazóknak az elbeszélései alapján elmesélték azt különböző úti beszámolók keretei között, hogy valójában azok a dél-amerikai, latin-amerikai természeti erőkben hívő, természeti isteneket tisztelő és azoknak azokban hívő emberek valójában mennyire furcsák és mennyire ördögtől megszállottak a fehér keresztény európai emberek számára. Szóval, hogy egy olyan történeteket, olyan úti leírásokat tartalmazott ez a história antipódum, amelyek ma már nem annyira születhettek volna valójában meg. És kiválasztott még egy kamarás kulcsot is, ami tulajdonképpen mint egy nyitó helyzet, egy spektákulum felnyitásának a lehetőségét adó kulcsrendszer jelent meg az egész termes installációban. És egy olyan installációt hozott létre Katalin, amely az egyes elbeszélések alapján valójában olyan benszülöttnek tűnő, ördögtől megszállt embereket, egzotikus növényeket elevenített meg, amelyek nagyon hasonlóak voltak ahhoz, mint amelyeket az elbeszélések mutattak, vagy az úti beszámolók mutattak. És itt Káldi Katalin termében vagyunk, végül, de nem utolsó sorban, aki egy nagyon szép természeti képződményt választott ki a gyűjteményből, egy úgynevezett bezoárt, ami a bezoár kecskének a gyomrában növő olyan konglomerátum, ami tulajdonképpen a hosszú évek során, amíg él a bezoár kecske, a gyomrában összegyűlt különböző szőrök, megemésztetlen ételek és enzimek együttállásában jön létre, és nagyon nagy varázserőt és természeti erőt tulajdonítottak ezeknek a bezoároknak a középkor óta, és egy főúri nemes, ugye mitől félt a legjobban, amikor utazott? Hát ez a mérgezés volt, és amikor úton voltak a nemesek, akkor ha volt bezoárjuk, akkor azt itt hordták a zsebükbe, és bármikor, amikor valamilyen vendéglátási helyzetbe kerültek, akkor a kupákba elsőként a bezoárt dobták bele, pont azért, hogy semlegesítse a kupában esetleg található mérgeket. És a Káldi Katalin egy nagyon gyönyörű együttállást hozott létre a saját festményével, egy tekegolyóval, és ezt a festményt sokkal a kiállítás előtt festette meg 14 vagy 15 évvel, és amikor meglátta a bezoárt, akkor így eszébe jutott, hogy de hát én ezt a szituációt már megfestettem sokkal korábban, úgyhogy azóta magángyűjteménybe került festményt visszakértük a kiállításhoz, és kiállítottuk együtt azt a konstellációt, ami tulajdonképpen a Wunderkammerből jött, de ő már sokkal korábban megfestette. Illetve még egy ilyen észak-olasz kis konzolasztalkát is kiválasztott, ami nagyon nemes anyagokból készült, és annyira fontos tárgy volt az Eszterházi gyűjteményben, hogy nagyon sok az uralkodottság nagyon sok hölgy tagja ezelőtt az asztalka előtt festette meg magáról a portrét időről időre, tehát több képen és több festményen is feltűnik ez az asztal,
És Katalin valójában azon kezdett el az asztal kapcsán gondolkodni, hogy az értékek, az érték definíciója mennyire elképesztő módon változik az évszázadok során. Ugye, amikor ez a konzolasztal készült, akkor a nemes anyagok, a márvány, az arany azóta lekopott a fáról, a falábakról, de hogy a márvány, az arany reprezentálta az értéket és a gazdagságot, és hogy az idő elteltével pedig például a műanyag lett egy olyan anyag, ugye, ami a feltalálásakor az arany árával vetekedett, és így valójában így a tárgyak egymásra helyezésével, mint egy idő léjereket helyezett egymásra, amelyek különböző érték reprezentációval bírtak a századok során. És végül, de nem utolsó sorban Kádár Emese munkáját mutatnám, aki két nagyon érdekes tárgyat választott ki a gyűjteményből. Az egyik egy úgynevezett gyásztól, a másik pedig egy számszer íj. És itt a gyásztól. Ugye a gyásztól volt az, aminek később ugye az úgynevezett bársony gyászszalag váltotta ki, amikor az emberek már nem hordtak kalapot, és sokkal inkább a városban éltek, viszont a gyászukat ki szerették volna fejezni, akkor már nem gyásztollat tűztek a kalapba, mint a nemesek előtte, hanem gyászszalagot tűztek a ruhájukra. És a gyász, az elmúlás ikonográfiáját, a halál, az elvesztés tematikáját járta körül a Kádár Emese ezzel az installációval. És egy következő olyan kiállítást szeretnék bemutatni, kicsit felgyorsítom az előadásomat, amelynek az volt a címe, hogy 2022-re ugrunk vissza 23-ból, és egy olyan kiállítás, ami egy magángyűjteményből mutatott be egy válogatást, aminek az volt a cím, hogy Örökségünk, és a Balázs Dénes gyűjteményből válogattam ki ezt az anyagot. Ezen a fotón láthatjuk Balázs Árpádot és Dénes Andreát, és ők körülbelül 11 néhány éve építik a gyűjteményüket, nagyjából jelenleg 350 tárgyat számlál az ő gyűjteményük, és kezdetben úgynevezett neoavangárd magyar művészetre fókuszáltak, majd ahogy haladtak előre az időben, rájöttek, hogy valójában ezek a tárgyak lassan elfogynak és nem megszerezhetőek, és akkor elkezdtek nyitni a középgenerációs konceptuális magyar és nemzetközi művészet irányába, ami nem egy nagyon könnyű terep. És Dénes Árpád közgazdász, Balázs Árpád közgazdász, Dénes Andrea szintén közgazdász, és a gyermekeik megszületése után Andrea nem ment vissza már a közgazdasági pályára, hanem a gyerekeket nevelgette, és amikor már minden gyermek önjáró lett, akkor valójában megtalálták maguknak a kortárs művészet gyűjtését, és Andrea azóta is a gyűjteményt építi, nagyon sok műtárgyat kölcsönöznek, és hát az egyik legégetőbb problematikáról minden nap beszélgetnek, ami pedig az, hogy tulajdonképpen mit lehet kezdeni egy magángyűjteménnyel. Mit csináljunk majd egy nap, hogyha a három gyerekünk közül senki nem szeretné a mi gyűjteményünket és a mi elköteleződésünket továbbvinni, viszont ott marad egy hatalmas mennyiségű raktárakban őrzött műtárgykészlet. És sokat beszélgettem velük, és nagyon-nagyon érdekel az, hogy amikor egy gyűjtőt mozgat a különbözőségeknek a megtalálása a hasonlók között, és egyre több tárgyat birtokol, akkor hogyan gondolkodik ennek a szenvedélynek a jövőjéről? És erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és azért is lett ennek a kiállításnak az a címe, hogy az örökségünk, és hogy mind a ketten állnak, és teljesen nyitottak arra, hogy tulajdonképpen bármi történhetne, nagyon jó lenne egy múzeumnak oda ajándékozni egy nap a gyűjteményt, amikor ők már nem tudják tovább folytatni a gyűjtést, de azért még itt pontosan nem tartanak, illetve ugye, amire a legelején utaltam Boris Groys gondolatai nyomán, hogy már ez nem így van.
hogy egy múzeumnak így oda lehet ajándékozni a gyűjteményt, mert hogy már máshol tartunk. Szóval, hogy egyre inkább nehezített a pálya, kvázi még a magán gyűjtőknek is. És hoztam néhány anteriorképet, ja, és az örökségünk még Csákány István, ez a mű, ez a beton kéz koszorú, valójában ennek a műnek a címe az, hogy örökségünk, amit Csákány István csinált, és ez lett a kiállításnak a címadó műve is, amit nagyon sokszor különböző reprodukciókon közöltünk is. És hoztam néhány anterior fotót itt a kiállító térből. Ugye látható az, hogy valóban sokféle médium, például Molnár Zsoltnak a munkája, Csákány Istvánnak a munkája, Lakner Lászlónak a munkája, Maurer Dórának a munkája. Tehát látható az, hogy különböző generációk művészeinek a munkái vannak a gyűjteményben. Egy ponton nagyon erős ambícióként kezdett el a gyűjtőpárba az is élni, hogy a magyar művészetet nemzetközi nevekkel kezdjék el kontextualizálni a gyűjteményen belül. És ez is egy nagyon érdekes felvetés, és erre a következő gyűjteményi körülményben ki is fogok térni. Ugye itt is látható, hogy különböző típusú médiumok, ugye objektművészet, szobrászat, fotográfia, festészet, tehát hogy médiálisan nagyon sok színű a gyűjtemény, nagyon sok körülményre reflektál. Ugye a konceptuális művészetnek az az alapja, hogy abszolút konceptuálisan reflektál körülményekre, néha-néha tárgy nélkül, tárgyasított gondolatok nélkül reflektál körülményekre, de nagyon sok a gyűjteményben az urbanisztikára, a különböző matematikai, közgazdasági számításokra és együttállásokra reflektáló műtárgy is. Szóval egy nagyon intellektuális, nem annyira nagy, ez a 350 műtárgy, ez nem annyira sok, de egy nagyon intellektuális gyűjteményről van szó, és egy nagyon érdekesen csiszolódó irányról. És a következő magángyűjtemény, amiről szívesen beszélnék, az a Somlói Spengler gyűjtemény, amelyben szintén 2002-ben rendeztem egy kiállítást, aminek az volt a címe, hogy Velünk élő történetek. És Somlói Zsolt és Spengler Katalin látható itt a következő képen, épp a megnyitón állunk a virágokkal és a nagy taps boldogsággal együtt. És az ő történetük valójában a kortárs magyar műgyűjtésben, hát nem is mondanám, hogy egyedülálló, de szinte egyedülálló, szóval talán a legrégebbi motorosok, azt gondolom, a kortárs művészetnek a gyűjtése terén. Az ő történetük 1992-re és a rendszerváltásra nyúlik valójában vissza, amikor is ők elkezdtek gyűjteni. Zsolt édesapja már gyűjtött európai iskolás művészeket, illetve régi művészetet. Zsolt kezdetben érmekkel foglalkozott még egyetemista korában, és egy elképesztő éremgyűjteményt hozott létre, amit gyakran el is mesél, hogy abból lett az első közös lakásuk, amikor eladta ezt az éremgyűjteményt, szóval nagyon aktívan és professzionálisan művelte azt a gyűjtését is. Szóval 92-ben, amikor a rendszerváltási lázában égett tulajdonképpen mindenki, akkor egy nagyon dinamikus pillanat és együttállás volt Magyarországon, Budapesten is, ugye ők akkor fejezték be, vagy akkor kezdték a pályájukat, előtte fejezték be néhány évvel az egyetemi képzéseiket, és Zsolt megalapította a cégét, ami reklámmal foglalkozik, és a mai napig valójában az ő egzisztenciájuknak az egyik legfontosabb alapját adja ez a cég, ami azóta is nagyon dinamikusan fejlődik és működik. És mára, tehát 92-ben elkezdtek gyűjteni, és az egyik legfontosabb ambíciójuk az volt, hogy szerették volna a változásokat megérteni, amiben éltek, amivel akkor találkoztak és szembesültek, ami ugye egy politikai eseményhez is köthető
mint mondjuk a rendszerváltás. És arra gondoltak, hogy ők valójában a saját kortársaikat kezdenék el gyűjteni, ugyanis ugye a kortárs művészek mindig arra reflektálnak, ami a világban van, ami aktualitás, és a saját kortársaikat kezdték el gyűjteni, viszont ahogy ők is öregedtek, és a kortársaik is öregedtek, egyre inkább nyitottak a fiatalabb generációk felé, és 2002-ben érkezett el az a pillanat, amikor azt gondolták, hogy tulajdonképpen nem lehet úgy egy gyűjteményt építeni, hogy kizárólag magyar művészet van benne. Nagyon fontos ahhoz, hogy a magyar művészetet értelmezni lehessen egy tágabb kontextusban, akár regionálisan, akár internacionálisan, ahhoz nekik nagyon fontos lenne kilépni a nemzetközi műtárgypiacra és a nemzetközi vizekre, és ez 2002-ben meg is történt. Tehát a nemzetközi részt úgy kezdték el tulajdonképpen a gyűjtemény magyar anyaga köré építeni, hogy ez tulajdonképpen kontextualizálta is a magyar részt, és ennek is most már több mint 22 éve, szóval tényleg évtizedek óta gyűjtenek, és fantasztikusan nagy a gyűjteményük. Írtam is, hogy több mint 700 műtárgyat számlál ez a gyűjtemény a 22-ben, ami azóta is bővült, és tulajdonképpen közgyűjteményekkel vetekedő színvonalú gyűjteményről van szó, ami azért nagyon fontos, és azért nagyon hangsúlyoznám, mert hogy a Somlói Spengler gyűjtőpár például benne volt a tét megalapult kelet-közép-európára fókuszáló akvizíciós bizottságába, majd pedig a Pompidou múzeuméba, ami azért nagyon fontos, mert ezeknek a bizottságnak a tagjaként elképesztően sokat utaznak, nagyon-nagyon sok külföldi szakemberrel találkoznak, rengeteg külföldi művészetet látnak, műtermekbe járnak. Tehát úgy építik a gyűjteményüket, ami egyrészt nagyon, nagyon felkészülten, tehát magángyűjtőként szinte jobban felkészültek, mint egy-egy intézménynek a munkatársai, akik közalkalmazotti, már nem létező fizetésből élnek, sokkal kevesebbet tudnak utazni, nem feltétlen elérhető számukra a napi szakirodalom, akár úgy sem, hogy megrendelik, mert őrületes pénzekbe kerülnek a különböző kiadványok és szakirodalmak, ha külföldről kell megrendelni. Szóval egy olyan elképesztő, az elköteleződésük egy olyan elképesztő tájékozottsággal is párosul, amivel valóban a gyűjteményük egy-egy közgyűjtemény színvonalával is minden túlzás nélkül vetekszik. És itt most különböző részeket emeltem ki a gyűjteményből, és nagyon nehéz az, hogy tulajdonképpen, amikor az ember elkezd egy magángyűjteménnyel dolgozni, ami nincs katalogizálva, akkor például ebben az esetben egy olyan helyzet állt elő, hogy kaptam egy drive vagy számítógépemre egy drive meghajtónak a linkjét, és hosszú-hosszú heteken át a 700 tárgyat, ami egymás hegyén hátán volt összehalmozva, csak így lapozgattam a fájlokat, és azt gondoltam, hogy hát én itt nem látom a fától az erdőt, vagy az erdőtől a fát, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy lehet kiállítást csinálni, mert hogy ugye ez nagyon evidens, amikor az ember egy kiállítást néz, hogy tulajdonképpen vannak szekciók, a szekciókba vonatkozó műtárgyak, de hogy egy magángyűjtemény az nem így épül fel. És azt gondoltam, hogy ennek a gyűjteménynek az esetében a 700 tárgyból közel 80-at sikerült kiállítani, és az összes maradék tárgyból még ezerféle konstellációban lehetett volna kiállítást rendezni. Viszont nagyon szerettem volna azon fogást találni, hogy valóban megfogni azokat a nagy tematikus fogalmak, vagy tematikus rendezőelveket, amelyek őket mozgatták. És az egyik szekció, a poétikus áthallások szekció, az például pont egy ilyen volt, amiben azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerült. Ugyanis ebből a szekcióban olyan letűnt politikai rezsimeket idéző, mint például a nemzetszocializmus, kommunista diktatúra bűneit megidéző, kollektív és személyes traumákra reflektáló művek kerültek kiállításra, amelyek hát nagyon evidensen foglalkoznak ezekkel a történelmi ügyekkel és
drámákkal, a kortárs művészetnek a nyelvén. De például olyan szekció is volt a kiállításban, amely a jelen traumáira, a jelen környezeti kríziseire reflektáló műveket gyűjtött egymás mellé. És a legérdekesebb az pedig a harmadik szekció volt, ami a női szerepek elnevezésű szekció címet kapta. És leginkább, ami nagyon érdekes, hogy ez már jó ideje egy nagy felfutóban lévő trend a nemzetközi platformokon, hogy női életműveket, női nézőpontokat, feminista elköteleződéseket tematizáló életműveket gyűjtenek akár, vagy mutatnak be kiállítások, vagy gyűjtenek magángyűjtők. Viszont a Somlói Spengler gyűjteményben 30 éve vannak ilyen tematika köré rendezve művek. Tehát elképesztő volt, hogy tulajdonképpen ez lett a legnagyobb tematikus egysége a kiállításnak, ami a női szerepekkel foglalkozik. És teljesen megdöbbentett, hogy több száz tárgy van, ami tulajdonképpen erre a tematikára reflektált a gyűjteményen belül, úgyhogy ők egyáltalán nem, tehát a Somlói Zsolt és a Spengler Katalin egyáltalán nem felültek erre a trendre, hanem már évtizedekkel ezelőtt megtalálták maguknak, és hosszú ideje foglalkoztak ezzel a tematikával. Ez a női szekcióból egy látkép volt, és például két művet ki is emeltem, az egyik Rita Ackermannak egy hatalmas méretű vászna, vagy installáció festménye 2006-ból, aminek az a címe, hogy Opáca, Anya, Kurva. És valójában ezen a munkán egy olyan konstruált társadalmi helyzet, a női nem rekonstruált társadalmi helyzeteket felülíró, kifigurázó, alátámasztó léjereket egymásra vetítő, a női szerepeknek a különböző léjereit egymásra vetítő mű volt, vagy nem volt, még mindig az, mű ez, ami igazából talán az egyik, a szekciónak az egyik legkiemelkedőbb műve volt. Ugyanúgy, ahogy Szűcs Attilának az Éjszakai Műszak a Szaloncukorválogatóban című vászonfestménye, ami egy nagyon más pozícióból tekintett a nőre, egy férfi, egy festő férfi nézőpontjából, aki voyeur pillantással tulajdonképpen meglesi a dolgozó nőt a gyári munka közben, éjszakai műszakban, a futószalag mellett szaloncukrot válogató nőt. És végül, de nem utolsó sorban, egy kis csúszással eljutottunk az utolsó kiállításhoz, ami teljesen más gyűjtői elköteleződést mutat, és nagyon más kortárs művészeti relációkat. Ez egy aktuális kiállítás, amit idén 2024 februárjában nyitottunk meg a Modem stábjával együtt, és a Modem igazgatójával, Vizi Katalinnal közösen. És az a címe a kiállításnak, hogy a szín képe és a kép misztériuma, és amire a Lili utalt is az elején, hogy nemrég szereztem meg a doktori fokozatomat, és a doktori kutatásom, ami közel másfél évtizedig tartott, annak az alapja valójában a monokrom festészet. És én a monokrom festészettel foglalkoztam nagyon sokáig, és nagyon szép volt az az eljutás, hogy ennek a kiállításnak már sokkal régebben meg kellett volna nyílnia, de Modemben ugye vezetőváltás volt, pandémia volt, azt megelőzően, tehát nem tudott vagy megnyílni ez a monokrom anyagot bemutató kiállítás, viszont pont most, amikor befejeztem a disszertációmat, akkor nyílt meg a Modemben előtte két héttel, szóval sokan kérdezik, hogy akkor ez most így össze volt a szervezve, de sajnos nem, de viszont nagyon szép együttállás. És Antal Péter ügyvéd, és nagyon régóta a nagyapja örökségéből és az édesapja örökségéből gyalapítja már az Antal Luszti gyűjteményt hosszú évtizedek óta. És a 2000-es évek elején régi művészettel foglalkozik, elképesztően tényleg nem is tudom, hogy hány ezer tárgy van az ő birtokában.
mindenféle időszakból és mindenféle földrészről. És a 2000-es évek közepén kezdett el monokróm festményeket vásárolni, és a monokróm festészettel foglalkozó gyűjteményi része az jelenleg több mint 500 festményt számlál. Úgyhogy fantasztikus volt ezt a kiáltást megcsinálni, és de ugyanaz volt, hogy egy drive meghajtón kaptam 570 reprodukciót, és hetekig csak így pörgettem, hogy hú, hát akkor ebből hogy lehet kiállítást csinálni, és mégis így sok gondolkodás után megnyílt, és létrejött ez az 1500 négyzetméteres kiállítás. Zöntal Péter nagyon szereti magát művészekkel körülvenni, az összes monokróm festő, aki él és mozog, ott volt a MODEM megnyitóján, és együtt járták körbe, például Gál Andris lehet látni Antal Péter mellett a képen, aki nagyon sokáig művészként, festőként segített a monokróm, ő maga is monokróm festő, és a monokróm festmények gyűjtésében nagyon sokáig segített a Péternek, és tett javaslatokat, illetve hívta fel a figyelmét arra, hogy milyen műtárgyak elérhetőek most a műtárgypiacon, amelyek monokróm festmények. És Vízi Katalint, a MODEM igazgatóját lehet látni. És Péter nagyon boldog volt, mondta, hogy hát, hogy őt így sokszor készült már a gyűjteményből, sosem lehetett egybe látni a monokróm festészeti anyagot, ezt az 500, több mint 500 tárgyat számláló gyűjteményi részt, hát itt sem, azért a MODEM 1500 négyzetméterre sem volt elég. Körülbelül az egynegyedét sikerült kiállítani a monokróm gyűjteményének, és nagyon boldog volt, amikor megnyílt a kiállítás, és azt gondolta, hogy ez eddig a legnagyobb válogatás, és a minden kiállítás jó, minden kiállításnak nagyon örül, de hogy a legkoherensebb válogatást sikerült szerinte összeraknom az anyagból. És itt írtam egy kis áttekintőt arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen ez a hosszas előkészület azt hozta számomra, hogy 7 plusz 1 tematikus egységbe sikerült összeválogatnom az anyagot, ami ki lett állítva, és olyan nagyon evidensnek gondolt fogalmakat lehet körüljárni a kiállítás keretei között, egyszer egy fizikai és egyszer egy imagináris útvonalon, amelyek valójában a festészet alapjairól szólnak, ugyanúgy, ahogy a monokróm festészet is a festészet alapjáról szól. Ilyen alap dolgok például a gesztus, ugye, ami a festő gesztusa, hátrahagyott nyoma, ami tulajdonképpen fosszilizálódik a vásznon. Körül meg lehet érteni, hogy tulajdonképpen a képtere és a festmény tere az a 20. század során hogyan változott, vagy a kép határa az hogyan tágult és szűkült, hogyan működnek a kép rétegei, amelyeket nagyon sok monokróm festő tematizált, és kifejezetten kép rétegekkel foglalkoznak. És ez szintén egy olyan gyűjtemény, ahol a hazai és a nemzetközi alkotók egyszerre vannak jelen, nem csak a gyűjtemény más részében, hanem kifejezetten monokróm gyűjteményi részben is. És ez egy nagyon erős ambícióm volt, hogy mindegyik kiállításon, mind a három kiállításon, ami a magángyűjteményekhez kapcsolódott, a hazai és a nemzetközi alkotóknak a munkáit egyszerre lássa a nagy közönség, és egyszerre lehessen látni. És néhány tárlatvezetős képet, illetve megnyitós képet be is vágtam ide, úgyhogy ez itt a reklám helye, ha Debrecenbe járnak, akkor még nyár közepéig meg is lehet nézni a kiállítást. És nagyon szívesen, én egy olyan kurátor vagyok, aki ha kiállítása van, akkor nagyon sokat szeret tárlat vezetni, pont azért, hogy minden, ami a monokrom művészet amúgy is egy olyan műfaj, a monokrom festészet, azt gondolom, ami kicsit nehezebben fogyasztható, és nagyon szeretem kvázi a tárlatvezetésekkel felhasználó baráttá tenni ezt a kicsit ambivalens festészeti irányzatot, ami nagyon sok emberből, nem tudom, inkább távolságtartást vált ki, mint közeledést. Szóval én egy olyan
kurátor vagyok, aki mindig nagyon sokat tárlatvezet, és például Debrecenbe is nagyon gyakran utazom le, és tartok tárlatvezetést, és 10 perc csúszással, de sikerült befejezni, és ha vannak kérdések, vagy van kérdés, akkor szívesen válaszolok.